Zebegény egyik szimbolikus helyszíne, a malompatak megtisztítása volt az egyik fő célja idén a településen megtartott szemétszedő akciónak. A Teszed mozgalom keretében idén országosan 2240 helyszínt tisztított meg közel 130 ezer önkéntes. Gózon Francisco, Zebegényben élő filmrendező, operatőr elmondta, tavaly ismerkedett meg az akcióval, amikor a Sárkány Fesztivál szervezői a Dunapart takarításával csatlakoztak a mozgalomhoz. Az előző évi jó hangulatban telt szemétszedést követően idén már ő is részt vett a szervezésben, amelyet a fiatalokkal közösen bonyolítottak le. Gózon Francisco kiemelte, 30 fölött volt a szemétszedésben résztvevők száma. Nagyon-nagyon jó az, hogy sok kisgyerekes család is megjelent az akcióban. Ez egy nagy öröm. Ugye a patak Zebegényben úgy folyik, hogy a hátsó udvarokon keresztül folyik a patak. Ez évtizedeken keresztül, évszázadokon keresztül természetes volt az, hogy a hátsó udvar, tehát a zöld hulladéka, nem tudom micsoda, ami a kertből, meg a kert, tehát a földművelésben, meg nem tudom, tehát ami került, tehát sok minden belement a patakban. Ez mint egy ilyen, tehát mert természetes volt, ott volt a hátsó udvar, ott ez, de ezeket akkor a patak ezt fel tudta dolgozni. Tehát a patak is, tehát a sodrása is, meg minden, meg természetes anyagok voltak. Az anyagok megváltoztak ugye azóta, tehát előjött a műanyag, meg a nem tudom, meg ez, meg az, nem könnyen feldolgozható, hogy a természet által nem feldolgozható anyagok, de a mentalitás nem változott meg. Úgyhogy sok ember még mindig hátra dobja a szemetet, tehát az udvar végén dobja a szemetet, és égetik a szemetet. Tehát ez az, amit kell változtatni. Én szerintem ez abszolút van esély rá, főleg az új generációk azok, akik már, ha ilyen akciókban részt vesznek, akkor már szerintem már nem fognak szemet enni a patakban. Zebegényben még egy kisebb létszámú csapat is részt vett a Teszed akcióban. Ők öten, közöttük egy nagymarosival, az állatneveket viselő utcákban közel 50 zsák szemetet gyűjtöttek össze. A Teszed mozgalom szervezői biztosították a kesztyűt, a zsákot és a kötözőanyagot, a hulladék elszállításáról is ők gondoskodtak. Az akció keretében össze lehetett szedni bármit, ami kézzel kesztyűben biztonságosan szedhető, zsákban gyűjthető és abban elszállítható. A zöld hulladék és a veszélyes hulladék, mint például az építkezési, bontási törmelék, a gyógyszer, az autóakkumulátor, a motorolaj, az elektromos és elektronikai berendezés nem tartozott a Teszed akcióban gyűjthető szemét közé. A patak mellett azonban törmeléket, gumiabroncsokat és fémtárgyakat is találtak az önkéntesek. Ezek elszállításáról az önkormányzat gondoskodott. Gózon Francisco elmondta, a malompatak megtisztítása csupán az első lépés egy nagyobb terv megvalósításában, amelynek célja a terület teljes rehabilitációja lesz. A legnagyobb hozadéka nem a kiszedett szemét, hanem a szemlélet formálás. Tehát, hogy azok a gyerekek, azok a családok, akik mennek szemetet szedni a patakból, elképednek, hogy milyen állapotok vannak. Hogy kerül egy gumi abroncs a patakba? Hogy kerül egy... Miért dobják bele a patakban a szemetet? Az a legnagyobb hozadik ennek az akciónak, hogy elkezdődik az ebegényekben a mentalitás váltás a patakkal kapcsolatban, tehát hogy a patak nem egy szemétlerakó hely, nem egy ledobó hely, hanem egy igazi érték, és egy olyan, mint ilyen, az, tehát vigyázni kell és figyelni kell rá.